És most indul a Sláger reggel. 8 perc múlt 6 óra, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Géza azt írja, mindenki vigyázzon, mert breakdance versenyt rendeznek a Dunántúl nyugati felén. Ajaj, hát ezek igen. Szerint lefagyott az út. Aha, hát igen, most még röhögünk, de azért tényleg óvatosan, mert azért ott lehet balhé. Úramisten. Ha, jó reggelt. Jó reggelt. Kereken 4:07 van, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Kornélis azt írja nekünk, mert hogy az imént ugye említettük, hogy Géza megírta, hogy gyakorlatilag breakdance versenyt lehet rendezni a Dunántúlon, hogy sziasztok, tanúsítom, ónos eső volt, csúszkázik az út Sárbogárd környékén is. Mindenki vigyázzon magára, jó reggelt kívánok nektek és mindenkinek. Drága hallgatóink, hogyha most éppen valahol útközben vannak, mert már elindultak dolgozni, vagy az ügyeket intézni, akkor írják már meg nekünk, tényleg ez nagyon fontos információ, hogy hol van ónos eső, és hol fagyott le, mert azért hát ha többieknek tudunk ezzel segíteni. Igen, Bocseli is írja, hogy ónos eső, nálunk jégpálya az út. Igen, hát nagyon szépen köszönjük, hogyha küldenek üzeneteket, ilyen beszámolókat, hogy hol mindenhol esett, mert én csak egy-két ilyen pöttyöt láttam a kocsin, tehát, hogy nem igen. Nagyon volt lefagyva, illetve talán esett egy kicsit, de az tényleg minimális, tehát itt Pest környékén talán nem annyira veszélyes a helyzet, de nagyon-nagyon szépen megköszönjük, hogyha megírják nekünk a közvetítést tulajdonképpen. És hát van egy nagyon szomorú hírünk, ugyanis Vakorzó unokája írt nekem a Facebookon, képzeld el, hogy Vakorzó azért nem ír nekünk mostanában, mert elhunyt. Ó, Istenem. És aztán elkezdtünk beszélgetni Messengeren keresztül, és sajnos beteg volt már, kórházba is került. Vakorzó az a hallgatónk, aki mindig írt nekünk valami vicceset, igen. Nagyon jó humora volt, nagyon szerettük, és én képzeld el, hogy mióta elkezdtem rádiózni, ő azóta végig kíséri az életemet, mert hogy ő tatabányai, és még ott kezdett el annó hallgatni, úgyhogy nagyon jó szívvel gondolunk rá, és nagyon köszönjük, hogy ilyen sokáig itt volt velünk, és őszinte részvétünk a családnak. Így van, hát a fecske csapatból. Sajnos most egyel kevesebben lettek. Igen. Hát nyugodj békében, Vakorzó. Viszont örömteli pillanatok is következnek még a mai reggel során, mert hogy a zsákunk ismét kinyílik, és lehet választani belőle ajándékot. Természetesen ehhez ugye elsőként kell telefonálni. Nagyon igen. Gyorsnak kell lenni, hogyha meghallják a karácsonyi csengőszót vagy énekszót, akkor elsőként kell telefonálni a 06303030958-as telefonszámra. És hát csodálatos ajándékokkal készültünk, mert hogy tényleg hát tömve van a zsák, nem? Petra, nézd már bele. Igen. Hát azért, hogy... elég jó. Aha. Igen. Nagyon jó lesz. Nem, már piszkál bele. Nem. Semmiképpen nem vinném el senki elől, csak azt szerettem volna látni, hogy ma is nagyon szuper kis ajándékokkal készültünk, és még egy üzenet Gézától, amit szeretnék felolvasni, Tamásom, drága igen. Csillagom, küldött egy ilyen nagyon vicces szöveget. Jó reggelt, Tomi, óvatosan. Ne menj férjhez olyan pasihoz, aki mindent meg tud javítani, mert soha nem vesztek új dolgokat. Ez nekem miért? Minden érdekes. Megjavít majd. Ja, hát a kis feleségednek. Megjavítok. Igen, tehát hogy ezt majd küldjük el a Dórinak. Ez túlzás, hogy én mindent megjavítok, tehát hogy előfordul olyan dolog, ami jó, és nekiállok, és ezért kell venni újat belőle igen. Később. Szóval én egész másképp közelítem meg ezt a dolgot. Ezt én elküldöm a kis feleségednek. Ébre van drága vár? Vagy. Hát nem hiszem. Nem, vagy nem baj. Legalábbis bízom benne. Majd csippan a Messenger, azért elküldöm neki. Köszönjük, Géza. Sláger reggel. 5 perc múlva 6:30, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Jönnek azért még az üzenetek, nagyon aranyosak a kedves fecskék, akik azért reggel már így jelentkeznek, igen. Hogy itt vannak velünk. Peti például azt írja, jó reggelt Petra és Tomi, legyen... Mi? Csidi-csudi napotok! Csidi-csudi. Csidi-csudi, igen. Ja, kicsit közelebb kell üljek a monitorhoz, és vagy valami. A csidi-csudit nem tudtam így dekódolni hirtelen. Valószínűleg azért nem, mert a te szótáradban ez nem szerepel, de nálam igen, tudod, mivel kis elmeháborodott vagyok, mint tudod te is, és nem, a hallgatóink. Nem vagy elmeháborodott. Nem, ez olyan jó pofa. Hát igen. Az ilyen őrültek használják, mint Peti, meg én. Teljesen jó. Csidi-csudi. Laci is bejelentkezett. Laci V8. Bonjour, jó reggelt, Calais, Franciaországból. Jó. Ezt talán egyen jobban még Somogyi Zoli tudná mondani, mert ő olyan szépen beszél franciául. Tud franciául, igen. Ellentétben velem. Mi lenne, ha ma megkérnénk arra, hogy majd franciául mondjuk valami szépet? Nem tudom. Fú, ez durva lenne. De nem, hanem hogy sosem hallották a hallgatóink.
Hát vagy igen? Valószínű. Nem tudom. Ez na. Érdekes. Nem hiszem, hogy franciául beszélt a rádióban sokat. Na, az akkor Zoli, majd igen. Ma. Majd ez ma. Egy érdekes. Na, hogyha már francia nyelvterületnél járunk, akkor egy igen érdekes fotót rakunk ki hamarosan a Sláger FM Facebook oldalára, mert hogy a kanadai rendőrök megállítottak egy autóst, és ezzel még alapvetően nem lett volna semmi probléma, csak egy kicsit bejebb néztek az autóba, mint ahogy az szokás, és észrevették, hogy hát kicsit furán ül a sofőr. A helyzet a következő volt, egy viszonylag új autóról van szó, tehát teljesen érthetetlen a sztori. Sofőr ülésként egy ilyen összehajtató, kvázi kemping széket használt, azon ült. Na látod, és még a nőkre mondják mindig azt, hogy furcsaságokat tartanak a kocsiban. Uh-huh. Na, hát nem nagyon tudjuk, megpróbáljuk dekodolni, hogy mi is történhetett itt a sztorival. Igen, és a kép mindjárt kint lesz a Sláger FM Facebook oldalán, ide is tessék nekünk megírni, illetve SMS-ben is nézzenek körül az autóban, és írják meg, hogy mi minden lapulott a kocsi belsejében. Lehet, hogy ott is van egy ilyen kertiszék? Ez simán előfordulhat, bármelyikünknél igen. Funálat sok minden lehet, majd mondd el, Léci. Ó, Istenem, na ne, annyi már utaztam nincs. Veled, rengeteg minden van a kocsiban. Na, ugye? Ez a Sláger reggel. 9 perc múlt fél hét, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hallasz még? Igen. Jó, kicsit fölhangosítottam itt a stúdióba a hangszórókat. Picit megsüketültem, de semmi probléma nincsen. És Petra ezzel. Ilyenkor elkezd hunyorítani. Miért ennyire hangos? Mert amúgy imádom ezt a Tiesto slágert, tehát hogy tök jó lett, csak így, mint az állat, úgy üvöltettük. Béláim, túltoltuk egy picit. Semmi gond nincsen. Van egy bolond kis kanadai sofőrünk, akit megállítottak a rendőrök, és hatalmas szemekkel néztek, hogy igazából az ülése helyett egy ilyen kertiszék van betéve az autóba, amiről egyébként képet a Sláger FM Facebook oldalára ki is tettünk. Maguk sem értették, hogy ezt úgy miért, mert hogy ugye nem nagyon lehet ilyet csinálni, és a Twitter oldalukra ki is tették. Onnan vettük le a képet, úgyhogy tényleg érdemes megnézni, mert ilyet szerintem senki nem látott, plusz az a rettenet sok dzsuva, retek, kosz, ami ott van az autóban, az is azért érdekes. És hát ugye mindig azt szokták mondani, hogy a férfiaknak az autója patika, mondjuk a férjemé tényleg az, tehát hogy ez hihetetlen, de hogy a nők általában a kupisok. Na, hát most ezt szeretnénk látni, hogyha esetleg vannak olyan hallgatóink, hölgyhallgatóink, akiknek minden is van az autójában, tehát például gyerekjáték, vagy nem tudom, mondjuk olyan gyorséttermi zacskó, ami véletlenül benn maradt, akkor nyugodtan éve. Ide posztolhatják képformájában is a mi posztunk alá. Köszönjük. És marha jó, mert hogy ez a burlingtoni rendőrség oldalára került ki, és igazából meg se tudják satszolni, hogy mekkora büntetés jár ezért. Hát tehát, igen, ez, mert még nem láttak ilyet ők se. Tehát igen. Az a baj ezzel, tehát hogy nem mert poén, tehát hogyha most ezt a, nem tudom, a műhelybe a srácokat hülyeskednek vele, hogy akkor ott az igen. Udvaron ez így furikáznak. Tehát, hogy azzal semmi gond nincsen. De azért ezt valljuk be, hogy azért ez baleset veszélyes. Tehát, hogy azért ez nagyon problémás. De hát nincs egyedül azt hiszem igen. Ez az úriember. Vannak nekünk olyan hallgatóink, akik ilyen hasonló cifra dolgokat tudnak nekünk írni. Például Viki, szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hát drága csillag, a te autódban mi van? Hát kérlek szépen, nekem 21 éves az autóm, és leszakadt az ülése. És gyors segélyként egy bútorlapot felszereltem az ülés vázára. Nem mondod komolyan. Na ez azóta is 3 éve így működik. Tehát 3 éve azért meg kényelmes, és már akkor nem akarsz ezen változtatni? Így van. Én nekem édes. Mindenféle gerinc bajaim vannak, és azóta nem fáj a hátam nem vezetés komolyan. Közben, de úgyhogy gondoltam, hogy nem, pedig nem volna egy nagy összeg lecserélni, tehát most 20 000 forintnél már bontóba hát lehetne kapni. Pitet, mi ki is cserélik neked, igen. Igen, igen, de nem. Tehát annyira kényelmes, hogy nem. Akkor rátettem egy gerincpárnát, annyiban puhítás, és azóta fapados az autóm. Nagyon király. Nagyon jó. Mindenki ezzel röhög, de nagyon jó. És azóta az oknis szekrényen nincsen ajtó azóta. Igen, ezt jól látod, meg itt tartom az optikat. Viki, drága, megtennéd, hogy egy képet küldesz nekünk komment formájában a mi képünk alá, hogy lássuk, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban? Hát, az az igazság, megteszem, de majd csak ha hazaértem, ugyanis ráérsz. Most céges autóval ráérsz. Vagyok, így aztán hazaérek küldök. Csókolunk, óvatosan, és nehogy szálka menjen valahová. Szia, szia! Ne, figyelj, nagyon jó kis bútorlap, úgyhogy nem, szálkátalanítva van. Nem,
Szép napot kívánunk, puszi! Puszi, azt írja nekünk a Facebookon, Alberti, Magyarországon ez jobban mutatna a magyar kreatív szikszalag és gyorskötöző. Igen! Ez a Sláger reggel. 9 perc múlva 7 óra, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Imádjuk a hallgatóinkat, olyan őszinte kitárókozás volt itt az SMS falon, hogy egészen csodálatos, mert hogy arról beszélgetünk, hogy kínai milyen egészen különleges dolgok találhatók a kocsiban. Zito azt írja, jó reggelt, nekem teljesen átlagos dolgok vannak a kocsiban, kötelező felszerelések, takarításos dolgok, Szilvia popsitörlő, ablakspricka, kefe, plusz illatosító, zsepi, az mindenre is jó, egy toll, kéksárga, aux kábel, töltő, pendrive, egy pár forint apró és egy tenyérméretű kis teknős, aki néz kifelé az ablakon. Imádom! Hú, ezt egy levegővel el tudtam mondani. A Facebook oldalunkra is kitettük azt a képet, amiből kiindultunk, ugye a kanadai fiatalemberből, aki berakott egy széket, egy kerti széket. És az... arról vezet konkrétan a hülyéje, hát mondjuk. Igen, az ülés helyett. És azt írja ide József, hogy délre kész leszek a listával, hogy mi minden van az autóban, várjuk. Tehát jó. Folyamatosan, akár hogyha valaki vállalja képpel együtt, akkor azt is. Hát ez mondjuk nagy bátorság azért, azt, hogy felvállalni képpel igen. együtt. Bence azt írja, szerintem anya autójában, aki keresi, megtalálja az elveszett frigyládát, vagy a kalózok aranyát. Nagyon ezzel jó. Mindent elmondtam, szerintem. Anyu tuti titeket hallgat, ha beolvassátok, hét előtt majd jót nevetünk. Na akkor remélem, hogy nevettek az autóban, hiszem... és a gyerek a hátsó ülésről megírta ezt, és anya meg most, micsoda? Bence! Ne már, most Bence, miért mondtad el? Igen, meg mik vannak a kocsiban? Óriási. És most indul a Sláger reggel! 6 perc elmúlt 7 óra, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Na minek örülsz? Annak, hogy olyan gyönyörűek a fények, tessék kinézni az ablakon, vagy ha lemaradtak róla, akkor felmenni a Sláger FM Facebook oldalára, mert ilyen gyönyörű színek nem is léteznek. Filter nélkül készül. Azt mondtad, életed fotója. Igen! 2 perc múlva 4:18, jó reggelt kívánunk a fotós Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hát egyszerűen annyira gyönyörűek voltak a fények, hogy kerestem egy olyan ablakot, amit ki tudok nyitni, és gyorsan megpróbáltam fotózni egy szépet, hogy lássák a mi drága hallgatóink is, és imádjuk őket, mert hogy kommentben posztolják, hogy ők mire ébredtek ma reggel. Zuglóban is csodálatos volt, Vácon is, Adriennek is nagyon szépen köszönjük, Andreának is a képeket, aztán Annahegyről Attila küldött Gergely képétől, és teljesen el vagyunk ájulva, úgyhogy a Facebook oldalunkon is láthatják a képet, az Instagram oldalunkon is, hogyha esetleg eddig nem követtek be minket, ott is tegyük csodálatos, meg, hogy sajnos tényleg. Képet nem tudnak mutatni nekünk, de szeretnénk látni, mert hogy a mai fények mindenhol elképesztően gyönyörűek, úgyhogy már megérte felkelnünk komolyan, tehát már ettől vigyorgunk Tomival, hogy ez a látvány fogadott minket, úgyhogy tessék kinézni az ablakon. Gyönyörűek, igen, tényleg a fotók, Zoltáni az egyik kedvencem, aki szerintem még fekszik az ágyban, és így konkrétan az ablakot lefotózta, és egy ilyen nagy szürkeség. Jaj, de lököt! Azért érezni a különbséget, ezt írta hozzá. Igen, hát ott jó. Aztán az ige jött a világon, semmi nem látszik. Egy 23 éves Pablo Salvatierra nevű argentin egyetemista pikkely sömörtől szenved, amire azt mondta az orvosa, hogy a valódi végleges gyógymód, hát az momentán nincsen rá, úgyhogy a srác diétába kezdett, és 26 napig, hát tulajdonképpen el se hagyta az ágyat, kizárólag a fürdőszobáig ment ki, néha napozott, hát mondjuk igen, az a pikkely sömör vagy ilyen bőr problémára azért az igen. mondjuk egy veszélyes történet, vagy hát nagyon óvatosan valószínűleg csak így lehetett. Viszont azt mondta neki az orvos, hogyha gyümölcsöt fogyaszt, azzal esetleg tud valamit segíteni. Na most a srác a fejébe vette ezt a dolgot, és azt a célt tűzte ki maga elé, hogy meg akarja kóstolni a világ összes gyümölcsét. Azért az nagyon sok. Hát nem, na, hát a nagyon sokban abban abszolút egyetértek, de ez mennyi lehet vajon? Fú, hát nem tudom. 200 féle vagy? Vagy 5000 féle 200 vagy? 200 féle, hát most, annál sokkal több. Hát jó, de mennyi? Világ összes gyümölcse. Számold össze. Szerintem hát most, mondjuk ilyen 120 ezer féle. 120 ezer, nem darab, értem, féle. Igen. 120 ezer gyümölcs. Hát gondolj bele, olyan eldugott kis részek vannak a világban, amikről nem is tudunk, ahol milyen gyümölcsök lehetnek. Hát azért, hát arról viszont akkor nem tudunk. Tehát, hogy... Hát mi még, de ő mondjuk, hogyha elindult, ő és fel akarja róla? Fedezni. Lehet, hogy felfedezett egy csomó új gyümölcsöt. Nem azért ez durva. Szívem, csak azt gondoltam, hogy mondjuk elutazik olyan helyekre a világban, ahol mondjuk megkóstol olyanokat, akik, amit az ottani emberek meg tudnak neki mutatni. Jó, az oké. Okay. Egyébként imádott utazni, úgyhogy neki is látott, és 15 országban járt, és közel 300 különböző gyümölcsöt kóstolt meg. Na most, hogy nem akarom felszorozni, hogy hány ország van, és akkor vajon hány gyümölcs
gyümölcs. Tehát, hogy én nem tudom, de így teljes sötétségben tapogatózom, igen, hogy hány fajta gyümölcs. Igen, köszönöm szépen. Hát nyuszi, a teljes sötétségben tapogatózunk, közben én elkezdtem meggooglizni, hogy hányféle gyümölcs lehet a világon, de sajnos nem jöttem rá. Én nem írja ki a Google egy számban, tudod. Igen, pedig tök jó lenne, hogy nagyjából, igen, mint ahogy az állatfajoknál is ugye kiírják, hogy nagyságrendileg mennyire lehet, és mennyi lehet, amit nem ismerünk. Hát tehát igen, ezért gondoltam, hogy biztos még rengeteg van, amit nem ismerünk, de mondjuk elmegy mondjuk egy törzshöz, ők tudnak neki olyat mutatni, amit csak az ott élő emberek. És akkor ez az a gyümölcs, meg evett belőle egy kilót. Igen, na mindegy, ne ragadjunk le a gyümölcsnél szerintem, bár hogyha van olyan hallgatónk, aki tudja, hogy hozzávetőlegesen hányféle gyümölcs lehet, akkor ez is érdekel minket, viszont azért vannak olyan nagy váltások az ember életében, amik valamiért eljönnek. Például az ő életében ez a betegség hozta, és ki is jött egyébként ebből a táplálkozás megváltoztatásával. Nekem például, ami egy ilyen nagyon nagy átalakulás volt a fejemben, amikor volt a családban egy nagyon súlyos baleset, még nagyon régen, amikor még nem volt kötelező a biztonsági öv használata, és sajnos az illető kirepült az ablakon, nem használt biztonsági övet, de ez nagyon régen volt, tehát még gyerekkoromban. Mm. És belém ivódott, hogyha én autóban utazom, mindig bekötöm a biztonsági övet, mert hogy az annyira rossz példa volt. Tehát nekem ez teljesen átalakított, ugye előtte, mivel akkoriban még nem volt kötelező, én is úgy utaztam sokszor, hogy így nem kötöttem be a biztonsági övet. És tök érdekes, hogy ez valahogy annyira átalakította a gondolkodásomat, hogy azóta az az első. Beülök az autóba, és biztonsági öv, és bárkivel utazom, mindig mondom, hogy léci közd be, mert hogy engem zavar. Tehát, hogy láttam azt a balesetet, hogy ott mit okozott az, hogy nem kötötte be magát az illető, és ez így teljesen átalakította ebből a szempontból a gondolkodásomat. Kis segítség érkezett Petitől, a séftől, csak eperből van 204 fajta. Na látod, fajta, akkor lehet, hogy nem állok olyan messze a valóságtól. Már melyik számmal? A hát több 100 ezerrel? A 120 ezerrel. Igen. Előfordulhat. Lehet, hogy még van is annyi. Ez a Sláger reggel. 6 perc múlva 7:30, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Petra már fájlalja a vállát. Lehet, hogy a fotó, hogy kihajoltál az ablakon, nem? Nem, nem. Tudod, amikor nem alszom ki magam és stresszesebb vagyok, akkor mindig beáll a nyakam fáj, nem a vállam. Sajnos, úgyhogy az ma megint egy kicsit így, igen. Jó, nem baj. Ennek örülök, mert ugye nagy életmódváltásokról beszélgetünk, ugye egy argentin srác szegény pike sömörre elkezdett gyümölcsöt enni, és a fejébe vette, hogy megkóstolja a világ összes gyümölcsét. Hát most ebben a helyzetben ez nem kicsit nehéz, mondjuk úgy, enyhén szólva, de akkor örülök, hogy nem állsz át fotósnak. Nem, nem. Jó. Sajnos nem vagyok olyan tehetséges. Írták többen egyébként a Sláger FM Facebook oldalán, hogy Máté Bence vagy Rizsavi Tamás, nem, sajnos nem vagyok olyan tehetséges, mint ők, viszont köszönjük a hallgatóinknak, hogy megmutatják, hogy hol mindenhol hallgatnak minket, mert egészen elképesztő, tehát, hogy itt minden van, sőt, még Ausztriáig is elmentünk, úgyhogy nagyon köszönjük a fotókat, tündérédesek. És itt így csemegézünk köztük, igen, tehát ilyen örömmel nézegetjük a fotókat, igen, tök jó, tehát tényleg egy ilyen tök jó érzés, ez a visszajelzés. Szóval ilyen nagy életmódváltásokról beszélgettünk, és nekem volt egy nagyon érdekes sztorim, amit igazából nem, azóta fontos, hogy felismertem. Többször előfordult velem egy időszakban valahogy akkor így, tényleg ilyen, szinte azt mondom, hogy napok vagy csak hetek teltek el a dolgok között. Vezettem, jöttünk haza nagymamámmal vidékről, volt egy ilyen temetői túra, ez a november 1-én, lementünk, ő jászárokszállási, lementünk jászárokszállásra, körbe mentünk a temetőben, jöttünk hazafelé a hármas úton, és fel volt rakva a GPS a kocsiba. De ilyen szürke, ilyen, hát ilyen késő délutáni idő volt, már nagyon nem lehetett látni, és valami 70-nel ott valaki tötyögött előttünk. Na mondom, itt a pillanat, akkor kijelőzöm. És volt egy olyan érzésem, mondom, mégsem megyek ki. Ránéztem a GPS-t, és láttam, hogy egy útkanyarulat jön, majd így jobbra fordul az út, de ugye nem tudod felmérni, hogy az most még mit tudom, 2 kilométer múlva van, vagy milyen az az ív, tehát hogy az alapján azért nagyon nem tudsz tájékozódni. És így még gondolkoztam, mondom, kimenjek, nem menjek, és abban a pillanatban jöttek el szemből. De úgy, hogy nem lehetett belátni a kanyar, és te tényleg, egy, nem tudom, egy ilyen 1%-on múlt, hogy most kimenjek, vagy nem menjek ki, és hogyha kimenjek, akkor ott valószínűleg óriási gáz lett volna. Tök furcsa, csak egy ilyen intuíciót éreztem, hogy itt valami, mint hogyha, nem tudom, az őrangya birizgálná az agysejtjeimet, hogy figyelj egy picit oda. Volt olyan, mentem hazafelé ilyen hajnali időszakban. Nem, senki nem volt az úton. Halál nyugodtan mentem, és így éreztem, mondom, elkezdem nyomni neki, most olyan valahogy a hangulatban vagyok, jó zene szólt a kocsiban, stb. Mentem, és egy pillanatra azt futott át az agyamon, hogy most mi lenne, hogy egy kutya átszaladna az úton előttem, mert hát nyilván gyalogos sehol senki nem volt, egy kutya átszalad előttem, akkor ott valószínűleg gáz lenne, hát vagy elütném a kutyát, ami szintén nem szerencsés, a másik, hogy mondjuk elrántom a kormányt, és vagy összekócolom a parkoló autósort, vagy egy házfalának csapódok, vagy bármi, de ez egy ilyen egy villanás alatt így az agyadon átfut. Elvettem a gázt, és így hagytam kigurulni az autót, nem telt el
10 másodperc, és jött a kutya jobbról. Úgyhogy sehol senki, az íg egy adta világon nem volt az úton. És olyan, amikor, de most kiráz a hideg, amikor beszélek róla. Tehát, hogy én ezekre az intuíciókra elkezdtem figyelni úgy, hogyha valamilyen érzésem van, kifejezetten figyelek rá, tehát fejtem meg a fejemben, kifejezetten figyelek rá, és az alapján például én így vezetek. Tehát, hogy ez sokkal fürkészebb, vagy ez a, nem tudom, a harmadik szem, vagy tehát lehet itt mindenféle ilyen ezoterikus vonalra elindulni, de erre én nagyon figyelek, és ez... Hát azt kell, hogy mondjam, hogy bejött. Ez is lehet egy éles váltás, hogy azóta figyelsz az intuícióra, vagy azokra a jelzésekre, amiket kapsz valahonnan, vagy az agyad éppen előbb jelzi, mint ahogy megtörténne. Ezeket a sztorikat várjuk 0630 30 30 95 8, a Sláger FM Facebook oldalán is természetesen írhatnak nekünk. Hírek, útinfók, és már is jövünk vissza. Ez a Sláger reggel. 10 perccel múlt 7:30. Jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Nagy életmódváltásokról beszélgetünk, mert hogy egy argentin úriember pikkel sömörrel küzdött, és azt mondták neki, hogy csak gyümölcsöt fogyasszon, úgyhogy ő a fejébe vette, hogy tulajdonképpen a világ összes gyümölcsét végig kóstolja, és egy ilyen, hát nem is ganossza járás, de ugye ezt így a fejébe vette, és elindult, és tényleg, nem is tudom, 15 országot végigutazott, megkóstolt már nem tudom hány száz gyümölcsöt, és egy ilyen missziónak tekinti. Ez is egy érdekes életmódváltás. Ugye én elmeséltem azt, hogy nekem hogy alakult az, hogy én hallgatok az intuícióimra, és rengeteg üzenet érkezett ezzel kapcsolatban, egészen ilyen hidegrázós. És itt van velünk Anett, akinek a sztória tényleg hidegrázós, a konferenciáról tartott haza a Balatonról. Jó reggelt, szia! Szia, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok, három! Szóval, jöttél haza a konferenciáról, azt írtad még nekünk, hogy nagyon fáradt voltál, és aztán mi történt? Így van, ez egy hosszú nap vége volt egy konferencia Balatonról, ahol gyakorlatilag ott is aludhattam volna, de haza szerettem volna menni, ezért elindultam este 11-kor, és hát mire Budapestre felértem, addigra már nagyon elfáradtam. Ki volt halva gyakorlatilag ott körülöttem minden, tehát már alig járt autó, se ember, se senki nem volt. Ez egy, amúgy is ez Budapest mellett tökölfele raktam akkoriban. És annyira fáradt voltam mindennek ellenére, hogy elaludtam vezetés közben. Jaj. De valószínűleg nem sokáig, viszont elaludtam, és arra ébredtem fel, hogy egy hang azt mondta nekem, hogy ideje lenne felébredni. És abban a pillanatban, amikor kinyitottam a szememet, akkor el kellett, hogy rántsam a körforgalomnak a virágágyás elől az autót. Egyébként megúsztam. Úramisten, kirázott a hideg! Soha nem fogom elfelejteni, és nem tudnám beazonosítani, hogy... Hogy kinek a hangja, hogy milyen hang volt. Pont ezt akartam kérdezni, hogy lehetett egy olyan hang, aki mondjuk egy elhunyt szeretted, akár nem tudom, nagymama, dédnagymama, tehát nem tudod ezt, hogy így ki, egyszerűen csak egy hang, hogy ideje felébredni. Azt a mindenit. Ideje lenne felébredni. Szó szerint ezt mondta, még a hangsúlyra is emlékszem. Azt a mindenit. Talán ideje lenne felébredni. Anett, tényleg kirázott a hideg. Annyira szerencsésnek éreztem magam, hogy az egészet megúsztam, és megfogadtam, hogy soha többet nem vezetek ennyire fáradtan, akármit is vár a másik végén, az út végén, akkor sem fogok kocsiba ülni. Nagyon helyes. Még egyszer ennyire fáradtan, úgyhogy szerencsésnek gondolom magam, de az életben már sokszor fordult velem elő olyan helyzet, amikor azt éreztem, hogy hú, ezt megúsztam, és hogy mekkora mákom volt. És hogy vigyázz rád valaki. Köszönjük szépen, Anett, hogy itt voltál velünk. Szép, és puszíjuk az arangyalodat, ha ott van veled, most reméljük hallja. Puszi! Szia! Hello! Csilla is itt van velünk, mert hogy ő is egy egészen érdekes történetet írt. Szia, jó reggelt! Hello! Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Neked is az intuícióval kapcsolatos a sztori, ugye? Igen, ez szintén egy autós sztori. Én jó pár évvel ezelőtt vittem a nagypapámat ki a repülőtérre, és a hazavezető úton esett meg velünk ez, hogy az akkor lemenő félbe lévő nap úgy sütött, olyan szögbe sütött, hogy gyakorlatilag semmit nem lehetett látni. És egy háromsávos autópályán mentem, és így átfutott rajtam egy pillanat alatt, hogy nekem be kell állni a középső sávba, mert ha bármi történik, akkor tudok vagy jobbra, vagy balra kerülni. Hogy ez így végig szaladt bennem. Abban a pillanatban elsuhant mellettem egy iszonyú sebességű autó, és van egy ilyen elválasztó betonfal az autópályánál,
és annak a szélét elkapta ez a nagyon robogó autó, és felrepült az égbe, és közvetlenül lezuhant elém. Az igen. Igen, és az autóban ült még hetes kisbabám, és az egyéves babácskám. Ó, te jó ég. És az édesanyám, úgyhogy így, de ő azon elkezdett imádkozni, és onnantól kezdve lelassították a történéseket. Olyan volt, mintha az autót megfogta volna valaki, és így áthelyezte volna oda, ahol lehet szabadon menni. Úgyhogy mi semmit ezekből... Egy karcolás nélkül megúsztátok a repülő alkatrészeket, a mindent, ami gondolom abból az autóból, ami nekivágódott ennek a... vagy elkapta ezt a betonrészt, hát ami abból... Felrepült az mindenit. Égbe, és lezuhant a tetejére. És te előre érezted, hogy ez meg fog történni? Igen, ezt előre gyakorlatilag valaki megsúgta nekem. Hogy baj lenne, hogyha nem figyelné. Igen. Azt a mindenit. Igen, igen. És az összes trutyi a szélvédőmre az rá, tehát ami ilyenkor kirobban egy autóból, igen, a hűtővíz, meg az olaj, minden, az így rá. És én halálnyugodt tudtam maradni. Hátborzongató. Bele tudtam nézni a jobb oldali tükörbe, hogy nincs mellett. És nem is volt mellettem senki, tehát ez is egy óriási szerencse volt. Hú, de kemény történet. Mindent kikerültünk. Hát mondanom se kell, hogy utána rögtön megálltunk egy pihenőnél. Igen. Kiszálltunk az autóból, és zenektünk. De én azóta mindig, hogyha ilyen, bármilyen érzésem van, akkor mindig arra figyelek. Hallgatsz. Nagyon köszönjük, Csilla, neked is, hogy elmesélted. Ez is egy hátborzongató történet volt, mint Anetté. És köszönjük, hogy megosztottátok velünk. Nagyon szép napot. Szép napot kívánunk. Szia, szia. Köszönjük szépen. Szia. Sláger reggel. 8 perc múlva 8 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Mindig boldogan számolunk be a világban aratott magyar sikerekről, ez a mostani pedig egyedülálló, ugyanis a Rally Európa Bajnokság Kanári-szigeteki futama után ifjabb Érdi Tibor harmadszor is elhódította az EB címet az ERC 2-es kategóriában, ezzel a legsikeresebb magyar pilóta lett a kiírásban. A hírek után érkezik hozzánk ifjabb Érdi Tibor és Csökő Zoltán, mivel ez az első közös győzelmük. Mennyire szereted a technikai sportokat, az ilyen autóversenyzéseket, a motorversenyzéseket? Hát azért alapvetően, ami kerekeken gurul, az engem érdekel, úgyhogy én már dörzsölöm a tenyeremet, de nem csak emiatt dörzsölöm a tenyeremet, hanem ismét játszunk majd. Szóval érdemes figyelni, mert hogy a zsákunkban temérdek ajándék van. Bizonyám. És ugye az egyik az garantált, hogyha első pillanatban elsőként telefonálnak, ahogy meghallják a karácsonyi csengőszót vagy énekszót, de még cserélhetnek is, mert hogy ez a karácsonyi cserebere. Úgyhogy nagyon-nagyon kell figyelni, hogy mikor szólal meg majd ez a karácsonyi dal. És most indul a Sláger reggel. 6 perc múlt 8 óra, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. A Rally Európa Bajnokság Kanári-szigeteki futama után ifja Érdi Tibor harmadszor is elhódította az EB címet az ERC 2-es kategóriában, már is vele és társával Csőkő Zoltánnal folytatjuk, addig pedig érkezik Felix Jén és Jasmine Thompson. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 3 perc múlva 4:09, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. A Kanári-szigeteken aratott sikerével 4-ből 4 futam győzelemmel hódította el a bajnoki címet a Rally Európa Bajnokság ERC 2-es kategóriájában ifjabb Érdi Tibor és Csökő Zoltán. Ezzel Tibor a legeredményesebb magyar az EB-ken. Jó reggelt kívánunk, sziasztok! Gratulálunk, srácok! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Sziasztok! Hát ez nagyon nagy eredmény. Milyen kis szerény vagy, Tibor? Én mindig ilyen voltam. Valóban egyedülállott sikerült teljesítenünk ezzel a 3 címmel nekem, és Zolinak az első, amivel azért nem sok ember büszkélhethet, hát hogy Európa-bajnok. Kitettük a képeteket a Sláger FM Facebook oldalára, és gyönyörű szép az autótok is. Mennyire volt nehéz a pálya kint a Kanári-szigeteken? Én azt gondolom, hogyha egy Kanári-szigeteki versenyző azt mondja, hogy ilyen körülményekkel még nem találkozott ezen a szigeten, akkor az mindent elmond. Egy ott élő ember? Nem, egy ott helyi rally versenyző. Úramisten. Igen, nagyon-nagyon extrém volt. Amit úgy kell elképzelni, hogy amikor megérkeztünk a szigetre, akkor örültünk. Innen a -4-ből a +27-be, de jó, nyaralunk, versenyzünk, happy minden, 2 napig. És utána elkezdett szakadni az eső. Lent a szervizparkba úgy kellett elképzelni, ami a tenger mellett volt, hogy 25 fok tényleg. Napsütés, borongás, fölmentünk a hegyre 1005 fölé, és volt 5 fok és szakadó eső és köd. Úramisten! Azért ez finom. Mind gumiválasztásba, mind taktikába azért nagyon-nagyon megterhelő és nehéz verseny volt.
Erről az ERC2-es kategóriáról mit kell tudni azoknak a hallgatóinknak, akik mondjuk így a technikai sportokban annyira nem otthonosan mozognak? Ez egy széria közeli autó, ez egy Mitsubishi Evo 10-es, illetve ami mehet még mellette, az a Subaru Impreza, 2 literes turbo motor hajtja, 4 kerék meghajtású. A motornak szériának kell lennie, a futóművet és a féket át lehet építeni benne egy minimálisan, de azt is szabályok szabályozzák, hogy mennyire. Tehát inkább ilyen széria közeli állapot, 1450 kg fölött van az autó, 300 lóerő, és ehhez társult a tavalyi évben a GT autók, ami 2 kerék meghajtású, szintén 300 lóerő, de csak 1100 kg. Tehát a színaszfalton, ami jó minőség, ott azért előnyben vannak, és azért ez a Kanári-szigetek, arra terveztük, hogy ugye jó idő lesz, és száraz körülményekkel, biliárdasztal minőségű utak. Ott azért hátrányba lettünk volna velük, illetve még a Porsche-k is ide sorolódtak hozzánk. De esett az eső, úgyhogy egy picit kiegyenlítettebbek voltak a körülmények. Zoli, ti hogy találtatok egymásra Tiborral? Hát nekünk ez már nem egy új keletű kapcsolat, mert 11 éve, 2009 már versenyeztünk együtt, sőt, hát én már a koromnál fogva, én már a Tibi édesapja ellen is versenyeztem még a 90-es években. Azt a mindenit! Úgyhogy én már nagyon jól ismertem, gyakorlatilag Tibit láttam felcseperedni, meg Nikita Hugát is, úgyhogy 2009-ben mi már egy majdnem teljes szezont versenyeztünk együtt, akkor még lehetett versenyezni itthon a VRC autókkal, és mi ebből egy ilyen nagyon-nagyon brutális verziót, egy 2007-es évjáratú Subaru Impreza VRC-t tudtunk csatasorba állítani abba az évbe, és hát már akkor is kiderült, akkor már tulajdonképpen majdnem 10 év volt Tibi mögött, és már azzal az autóval is nagyon határozottan közlekedett, és már akkor is nagyon jó összhang alakult ki. Úgyhogy most tulajdonképpen én 3-4 hónappal ezelőtt én még nem is gondoltam, hogy egyáltalán ERC futamra kijutok, mint navigátor. Azt a mindenit. 3-4 hónappal ezelőtt még nem gondoltad, most pedig győztetek. Hát igen. Tehát azért az elég jó. Ugye tudni kell, hogy ez az idei év, ez eléggé tönkretette a koronavírus. A koronavírus, igen. Ugye az összes ilyen sportesemény, hát minden más mellett egyébként a sportot is, tehát igen. Például az Európa bajnokság is júliusba kezdődött, a Magyar bajnokság is júliusba kezdődött, és teljesen átalakította az egészet, tehát versenyek kiestek, elmaradtak. Ahol például mi kezdtünk együtt, az egy portugál verseny volt Fafe környékén, ahol egyébként világbajnoki futamot is rendeznek, ám de Murván, ez pedig egy aszfaltos futam volt. Ezt tudni kell, hogy ezt egy hónap alatt hozták össze a szervezők, mert a sok kiesett verseny helyett, hogy megmentsék a bajnokságot, gyakorlatilag keletkezett egy új. És ehhez képest profi módon megcsinálták, hát különféle Covid protokollokkal, stb. Úgyhogy ezelőtt a verseny előtt hívott föl engem Tibi, hogy hát pici baj van a jobb oldalon, mert lehet, hogy a korábbi társa nem fog tudni eljönni erre a versenyre, és akkor ez így indult, ha jól tudom, júliusba. És kéne egy navigátor, nem, és te meg azt mondtad, hogy jó. Hát, rendben ráérek, hát, megyek. Mi azért kapcsolatban voltunk azóta, is beszélgettünk néha, stb. És hát azt el kell mondjam, hogy én már 2009-ben is nagyon szerettem Tibivel versenyezni, meg egyáltalán az egész, az ő családjuk egy ilyen rally family, tehát hogyha te bekerülsz ebbe a csapatba, akkor te is családtag leszel, nincs mese. És gyakorlatilag amikor a Tibi hívott, akkor én éppen egy rövid együttműködést éppen befejeztem egy itthoni pilótával, egy fiatalabb versenyzővel, aki most kezdett a rallyba. Az utóbbi időben én csak ilyen beugró szerepeket vállaltam, és tulajdonképpen nagyon örültem, amikor Tibi fölhívott. Most mindenféle nagyképűség nélkül, most 32 év után, amióta én versenyzem, most Úrom már Isten. A magyar bajnokság nekem annyira nem jelent kihívást, én mindig úgy választottam mostanában, hát hogy mondjam, pilótát, vagy mindig olyan felkérésre mondtam igent, ahol azt éreztem, hogy esetleg érdemben tudok ezt hozzátenni. Igen. Azért 30 év az 30 év. És hát itt egyértelmű
De azt hozzá kell tegyem, hogy mindig személyi kérdés nekem ez nem nagyon sokan megkerestek az utóbbi években, de... Hogy kivel szeretnél együtt dolgozni. Igen. De amikor Tibi megkeresett, akkor úgy voltam vele, hogy vele bármikor nagyon szívesen. Ez a Sláger reggel. 5 perc múlva 8:30, jó reggelt kívánunk Bardán Petrával. És Viktorin Tamással. A Kanári-szigeteken aratott sikerével 4-ből 4 futamgyőzelemmel hódított el a bajnoki címet a Rally Európa Bajnokság ERC 2-es kategóriájában ifjabb Érdi Tibor és Csökő Zoltán. Ők vannak itt velünk, és kiraktunk egy képet a Sláger FM Facebook oldalára, hát egy ilyen örömittas képet, és ide is jó néhány komment érkezett. Így van, Alberti azt írja, hogy magyarok nem csak találékonyak, de jól is vezetnek. Ügyesek voltatok, srácok, gratulálok. Át is adtuk. Igyekszünk. Aztán Rozális azt írja, hogy jó hallani ilyen magyar sikerekről. Gratulálok a fiúknak, és további sok sikert kívánok. A további sok siker az vajon mi lehet? Mi a következő cél? Kell valami motivációt találni, hisz elértünk mindent, amit szerettünk volna. Én 20 éve versenyzem. Voltam rally túra bajnok, Magyarországon 3. zártam. Tényleg sok-sok szép eredményt elértünk. Cél egyel följebb lépni. Ami azt jelenti, az ERC 1, ennél a kategórián, tehát a mi kategóriánknál egy lépcsővel van följebb. Mi ebben megpróbáltunk a tavalyi évben megtelepedni, de nem sikerült, és visszaültünk ebbe az autóba. Cél az, hogy újra ilyen királykategóriás autóba üljünk, és valamilyen jó eredményt elérjünk. Úgyhogy, de hogy ezt gazdaságilag ki tudjuk-e majd dolgozni, az egy másik kérdés. Ezt akartam kérdezni, igen, hogy ez így kedvileg, ez így mit jelent? Az igen, ez egy nagyon. Kedvileg, igen. Körülbelül a háromszorosa. Komolyan? Igen. És ez is nehéz volt. Tehát, hogy meg tudjuk lépni ezt a lépcsőt, az majd a jövő zenéje. Mi tegnap Tomival pont azt beszéltük, hogy a technikai sportoknál azért az egy nagyon kemény sztori, hogy mondjuk ha az autó, vagy a motor, vagy bármelyik technikai sportról beszélünk, azt mondja, hogy ja, akkor én most nem megyek tovább, akkor az is benne van a pakliban, tehát hogy hiába nagyon jó az ember, hogyha a jármű azt mondja, hogy bocs, de most akkor mégsem. Hát az versenyzőként az egyik legbosszantóbb dolog, komolyan mondom, annál talán már jobb, hogyha az ember arcra esik, vagy beesik az árokba, amikor megáll egyszerűen, alattad a technika, annál bosszantóbb kevés van. Igen, és ugye Fogel Adriék voltak a vendégeink, és velük most pont ez történt kint a Kanárin, és annyira sajnáltuk őket, pont néztük Tomival a képüket. Igen, a felnyitott motorháztetőnél álltak, és így látszott az arcukon, hogy ezt most így ne. Hát ilyeneket nem kívánunk nektek semmiképpen, és nagyon sok sikert viszont akkor az ERC 1-es kategóriában. Így van, és hajrá! Köszönjük szépen! Legyetek nagyon ügyesek, és akkor is gyertek majd be hozzánk. Köszönjük. Nagyon köszönjük. Köszönjük, hogy itt voltatok. Szép napot. Sziasztok. Sláger reggel. 9 perccel múlt 8:30. Jó reggelt kívánunk Bardán Petrával. És Viktorin Tamással. Milyen kedves kis dal ez. Igen. Én ennek annyira örülök. A slágerlistát is, amikor hallgattam, ugye hallgatom nyilván az új dalokat, amik bekerülnek, és valahogy most egy ilyen tendencia ez, hogy minden ilyen kicsit ilyen szomorkás, minden ilyen molban van komponálva. Tehát, hogy valahogy, nem tudom, tehát ilyen vidám dalok, ilyen, amikor hogy egy kicsit úgy jól érzed magadat, amikor meghallgatod, és most nem azt mondom, hogy ilyen érfelvágos, de hogy mindegyik ilyen szomorkásabb, mindig ilyen valami fájdalom benne van, tehát olyan jól esik, amikor ilyen jókedvű dalokat hallgatunk. Uh-huh. Nem igaz? Igen. De. Na, megint igazam van. Egész egyszer hihetetlen. Igen. Ezt most komolyan? Ezt azt mondtad, mondtam. Hogy tényleg igazam van? Nem, azt mondtam, hogy igen. Ennyit mondtam csak. Hát jó, ezzel tulajdonképpen azért kimondtad, valljuk be. Ez azért barokkos túlzás, ahogy magácska így átfordítja az én gondolataival. Igen, jó, meglepődtem volna tényleg, hogyha a Petra így telibe, nagy totálban nekem igazat ad. Igen, mert most végig gondoltam azt, hogy nagyon sok-e a depressziós dal, vagy az ilyen és aztán én valahogy lehet, hogy az én lelkemhez mindig ezek jutnak el, amik ilyen nagyon kis vidámak, boldogak, mert hogy biztos ezt tudom befogadni, és azért nem érzem azt, hogy több lenne az ilyen kicsit depisebb dal. Most nem is azt mondom, igen, hogy depressziós, de tudod, ez a jaj, elmentél, itt hagytál, ja, mikor jössz vissza, igen. Én csak egyedül ülök itt a konyhakövön, tudod, tehát, hogy valahogy ezek nekem annyira nem. De mondjuk a Rácz Gergő Orsovai Reni dala mostantól, az például az kifejezetten jó. De zeneileg, szövegileg is, még egyszer, igen. Szerintem az egy zseniálisan jól megkomponált sláger, és Orsovai Reni hangja, hát az egy csoda. Egészen különleges. Na, és ne felejtsék el a kedves hallgatók, hogy nyom-nyom-nyom, ismét karácsonyi cserebere, mert hogy a zsákunkban hihetetlen mennyiségű ajándék van, és szerintem
mindannyiukkal előfordult már az, hogy karácsonykor, amikor átadták a kis ajándékot, akkor kibontották, megnézték, és hát mondjuk ez az újabb szamovár című eset, hogy de jó, hogy idén is ezt örülünk kaptam. Valahol neki, mert gondoltak ránk, de hogy úgy mondjuk nem feltétlen ennek örülnénk a legjobban. Igen. Na hát mi ezt megoldottuk. Tehát, hogy itt van egy ajándék, amit az első telefonáló, ahogy meghallja a karácsonyi énekszót, illetve a csengetyűt, az első telefonáló megkaphat. Viszont, hogyha neki az valamiért annyira nem tetszik, vagy csak a kíváncsiság olyannyira hajtja, hogy mi lehet a másik ajándék, akkor cserélhet is. Uh-huh. Úgyhogy 0630303958 ez a telefonszámunk. A legelső telefonálót várjuk, 0630303958, háromszor elmondom még. Ez a Sláger reggel. 3:49, jó reggelt kívánunk Fordán Petrával. És Viktorin Tamással. Az előző kis mondataidra reflektálva, Crazy Caress azt írja, na igen, ebben az Earth, Wind and Fire nótában semmi nyoma a Depinek, és igen, imádtuk, végigugráltuk. Ezt most konkrétan is jó volt. Sűrve a hangerő rendesen. Na, ez nagyon jó volt. Hát és nagyon jó volt az is, hogy valaki elsőként telefonált, mert hogy hallott valamit adásban. Mm-hmm. Itt van velünk Peti, jó reggelt! Szia! Jó reggelt, sziasztok! Hello Peti, te hol hallgatsz minket? Budapest és annak közvetlen vonzás körzetében. Ja, mindenhol laksz? Budapest és vonzás körzet? Csillagom. Alapvetően Dunaharasztén lakom, de hát kocsikázok mindenfelé. Értem. És hallottad esetleg a kis felhívásunkat? Jaj, olyan szép csengő hangokat hallottam. Tényleg? És utána kit hallottál? Utána pedig Justin Biebert és egy gyönyörű karácsonyi nótát tőle. Aj, de jó vagy. Annyira profi vagy, hogy ez valami hihetetlen. Na, drága Peti, figyelj csak. Igen. Mi lesz az ajándék? Karácsonyi cserebere. Petra, hát ugye, Petra nyúl a zsákba. Igen, már is nyúlok, mert hogy te voltál ugye az első, úgyhogy már is nézem, hogy mit veszünk ki ebből a zsákocskából. Lássuk csak, egy saláta keverékekből, többek között a fogyasztók által megalkotott ország salátájából és sportáskából álló iceberg ajándékcsomag. Ez már a tied, ha szeretnéd. Hmm. Gyönyörűen hangzik, bár nézzünk én inkább szét. Az ilyen... Még a zsákban? Hát a biztonságok irányába szívesebben. Tényleg? Milyen szempontból? Á, ne mondd el! Szóval ezt most engedjük el, és megnézed, hogy mi a másik ajándék. Nézzük. Hát jó. Legyen így. Na nézzük csak. Hát drága Peti, gratulálunk, mert hogy a tied egy 20 000 forint értékű vásárlási utalvány Magyarország online patikája a sipopatikák.hu jó voltából. Gratulálunk! Super! Nagyon ügyes voltál, gyors voltál, és nagyon boldog karácsonyt kívánunk. Családdal tudsz lenni, minden oké lesz, készülöttök már? Az azért egy kicsit odébb van még a készülődés, de a családdal nem lesz probléma. Tehát olyan vagy, mint a férjem, az utolsó pillanatban akarsz díszíteni, mi? Szerintem minden férfi ilyen. Igen, az a baj, én minden évben határozom, hogy már időben elkezdem. És sose, tehát mindig a 24-én ezen így ébredek föl, úgyhogy óvatosan is próbáljátok meg időbe valóban a készülődést. Nagyon köszi, hogy itt voltál velünk, Peti. Köszönöm én is. És maradj mindig ilyen vidám. Puszi, szia, szép napot, jó utat, szia. Ez a Sláger reggel. 6:09, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. December 3-a van, és nem is tudtam, képzeld el, Ferenc nap van. Úgyhogy neves, jeles napunk van. Hát az én drága nagybátyámnak akkor boldog névnapot. Na tessék, és itt is van a vonalban. Nincs itt a vonalban, egyébként Spanyolországban hallgat minket. Csak mondom, neten keresztül, mert hogy ők ott élnek. De jó, hogy figyelmeztettél, mert legalább őt is fel tudom köszönteni. És hogyha esetleg van Ferenc ismerősük, vagy mondjuk születésnap alkalmából szeretnének valakit köszönteni, vagy egyszerűen csak hálások valakinek, akkor tessék jelölni a napemberének, mert hogy a következő órában felköszöntjük, megtapsoljuk, és még egy rekesz új tiltott csíkisör goldot is adunk, a csíkisör manufaktúra jó voltából, úgyhogy azt hiszem, hogy érdemes jelölni napemberének azt, akinek igazán szeretnének kedveskedni. Nem hangzik rosszul. 25. alkalommal indult el az Ökumenikus Segélyszervezet Szeretet Éhség országos adventi pénzadomány gyűjtése. Erről fogunk beszélgetni Gáncs Kristóffal, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatójával. Most jönnek a hírek, útinfók, és azonnal jövünk vissza. Ez a Sláger reggel. 8:09, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. 2020-ban 25. alkalommal hirdette meg az Ökumenikus Segélyszervezet a Szeretet Éhség országos adventi pénzadomány gyűjtését. Sokan a mézes kalács szívről ismerik ezt az összefogást, ami mára-már Magyarország legnagyobb civil pénzgyűjtésévé vált. Vendégünk Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója. Jó reggelt!
Lucia. Jó reggelt. Hello, sziasztok. Szerinted mi a titka annak, hogy évről évre ilyen sokan csatlakoznak hozzátok, és támogatják ezt az adománygyűjtést? Hát az egyik talán éppen az ismétlődés, tehát hogy évről évre ugyanazokkal a célkitűzésekkel indítjuk el a gyűjtést, másrészt meg, hogy nem csak egy gyűjtés, hanem vissza is csatolunk folyamatosan arról, hogy mire használjuk fel a pénzt. Harmadrészt pedig azért valahol van ebben a gyűjtésben egy különlegesség a többi jó, karácsonyi jótékonysági akcióhoz képest, hogy mi kezdetektől fogva hangsúlyozzuk, hogy ez nem a karácsonyról szól elsősorban, tehát hogy nem csak az ünnepekről. Vannak ünnepi segélyakcióink is, de ezek mondjuk ilyen 10-15%-et teszik ki a pénzfelhasználásnak. A nagy rész az arról szól éppen, hogy ne csak karácsonykor figyeljünk oda a rászorulókra, hanem egész évben tudjuk őket segíteni. Na ezért gyűjtünk. És azért az idei évben az is nagyon nehéz volt, hogy ugye bejött a koronavírus, nagyon sok olyan családot érintett, akiknél mondjuk édesapa, édesanyja elveszítette a munkáját, még nagyobb segítségre van szükségük, és gondolom ők is azért fókuszba helyeződtek nálatok. Hát éppen ez például ez a helyzet mutatja meg, hogy miért fontos, hogy egy segélyszervezet egészében ott legyen a rászorulók mellett, és ne csak karácsonykor csináljunk egy szép nagy látványos ajándékoztást, mert hogy évközben is nagyon sokan kerülhetnek bajba. Mi azért a segélyszervezetnél ezt sokszor megtapasztaltuk, hogy egy-egy krízis az éppen azokat érinti legjobban, akik eleve nehéz helyzetben vannak, tehát nincsenek mondjuk tartalékaik, alkalmi munkából élnek. Na most ez a koronavírus helyzet éppen őket taszította még nehezebb helyzetbe. Ezt csak egy számot mondok, hogy érzékeljétek, az országos segély központunk, ahol tavaly mondjuk érkezett 40 ezer kérés, az is nagyon sok egy év alatt. Oda most közel 70 ezer érkezett már októberig. Majdnem a duplája, már októberig. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy és nagyon sok olyan család fordul hozzánk, aki kifejezetten a járványhelyzet miatt kerültek nehéz helyzetbe, elvesztették a szülők mondjuk a munkájukat, élik fel a tartalékaikat. Tehát, hogy nem egy könnyű évben vagyunk, úgyhogy én csak remélni merem, hogy ez a gyűjtésen nem úgy fog látszani, hogy az emberek úgy érzik, hogy ők is most nehéz helyzetben vannak, és mondjuk akár 250 forintot se adnak. Na pont ez a nagy kérdés egyébként, hogy természetes, vagy nyilván tudunk ezekről a helyzetekről, amit a Petra is említett, viszont ez az adománygyűjtés szempontjából is egy sokkal nehezebb időszak. Nagy kérdés, az egy nagy előny mondjuk, hogy az adománygyűjtéshez, ha valaki akar csatlakozni, akkor ahhoz nem kell kimozdulnia, tehát nem kell megszegni se kijárási tilalmat, se azt a főszabályt, hogy azért amikor lehet, csak maradjunk otthon. Ugye a 1353-as adományvonalunk az él, azt otthonról is lehet hívni, ezt most már évek alatt azért az emberek megtanulták, hogy bepötyögik, hogy 1353, és akkor adnak 250 forintot. Ugye 2020-ban nagyon megtanultuk az online ügyintézést, online is lehet adományozni, egy bankkártya kell hozzá, segélyszervezet.hu-ra valaki felmegy, tetszőleges összeget tud adni. Tehát, hogy ilyen szempontból a közösségünk, hála Istennek, nincs kötve a fizikai találkozáshoz, tehát, hogy bárki bárhonnan a hallgatók között is tud csatlakozni. Nagyon sok híres ember évek óta segíti a munkátokat önkéntesként, úgyhogy hamarosan felhívjuk az egyiket, Katus Attilát. Sláger reggel! Úgy bizony, 9:45, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Továbbra is itt van velünk Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója. A vonal végén pedig az energia bomba, vagy nem is tudom, hogy milyen jelzőket használjunk, szerintem percekig tudnánk mondani. Katus Attila, csáó, jó reggelt! Jó reggelt kívánok mindenkinek, sok szeretettel. Ugye te már nagyon régóta önkénteskedsz az Ökumenikus Segélyszervezetnek, és igen, idén karácsonykor mi az, amivel te is tudsz segíteni? Egy picit plusz tudsz adni a segélyszervezet munkájához. Hát mindig, amikor kapok valamilyen felkérést, akkor én teljesítek. Az olyan jó. Tehát, és nagy örömmel egyébként, tehát különböző segélyszervezet által diktált, vagy meghívott vendégként ott vagyok a rendezvényeken, és nagyon nagy örömmel. Tehát teszem, amikor csak lehet. Hát ugye vannak, amikor home office-os dolgaink, vannak, amikor mézeskalácsíveket készítünk, és akkor azt az adományozók között osztják szét, amikor ilyen jellegű otthoni kis munkánk van. De jövő héten is megyek, hát korcsolyázni nem fogok a gyerekekkel most Budapesten, de másképpen azért tudunk segíteni. Amire talán fölhívnám én a figyelmet, hogy ugye én egy edző vagyok, egy életmód szakértő, tehát fogalmazhatom, ez a szakmám, és ugye mindig hosszú távon gondolkodok én is egy emberrel, tehát nem az a lényeg, hogy egy ilyen egyhetes diétát, hogy adjak egy napost valakinek, és akkor utána elengedem a kezét, hanem a segítségadás az, bár adventről van szó, de azért mégis azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy ilyen, ezeket a programokat, amik ugye nagyon-nagyon hatékonyak, hiszen én testközelből látom, hogy ezek jól működjenek, ezeket egész évben érdemes, fenn kell tartani, tehát ahhoz, hogy tervezni lehessen, ahogy működtetni lehessen egy programot, ahhoz folyamatos segítségadásra van szükség, és erre hívnám fel a hallgatók figyelmét, hogy hát nagyon sok lehetőség van, tehát nem kell
nekik személyesen menni, úgy, mint nekem adott esetben, de ezt lehet egy internetes felületen keresztül, segélyszervezet.hu oldalán, vagy akár a 13-13-as adományvonalon keresztül egyszeri, vagy ugye rendszeres segélyezési lehetősége. És hát ugye nagyon sok olyan jó helyre eljut ez a dolog, amit én ugye még egyszer látok. Tehát olyan házakban, szeretett otthonokban megyek, ahol azért látom ennek a megvalósulását, és ez óriási örömmel tölt el. És hát ugye ebben az időszakban, amikor ugye van ez a korona, hát mit mondjak, nagyon sokan szeretetre szorulunk, és talán mindenki is picit megérzi azt, hogy milyen, amikor nem fent vagyunk, hanem egy picit lejjebb vagyunk, és talán mindenki egy kicsit érzékenyebbé válik, nem csak az advent miatt, hanem ez a kialakult helyzet miatt is, úgyhogy talán érzékenyebb egy picit mindenki, és mindenkinek érdemes elgondolkodni az, hogy ő mit tud adni, mit tud tenni, nem az, hogy mit kaphatunk a világtól, hanem hogy mit adhatunk, és mindenkinek van annyi energiája, így vagy úgy, hogy valamit tud tenni a közösségért. Ezek nagyon-nagyon fontos gondolatok voltak, úgyhogy köszönjük szépen, hogy elmondtad nekünk, és nagyon szép napot kívánunk, és jó munkát! Köszönöm a lehetőséget! Mi köszönjük! Szép napot, kellemes adventet mindenkinek! Sziasztok! Katus Attilával beszélgettünk, és tényleg a legfontosabb gondolat talán az, hogy ebben az évben szerintem mindenkit megtanított arra ez az év, meg ez a helyzet, hogy kicsit összetartóbbak legyünk, hogy hogyan tudunk segíteni azoknak, akik mondjuk bajban vannak, vagy elesettebbek, mi, akik nem vagyunk ebben a helyzetben, és még tudunk segíteni. Igen, ez egy nagyon különleges év volt ilyen szempontból. Ugye mi láttunk azért sok krízis helyzetet, katasztrófát, akár csak egy vörösiszapra, vagy egy árvízre gondolunk, hogy bármilyen nemzetközi szintéren az egész világot megérintő nagy katasztrófára. Ugye ott mindig az van, hogy van egy konkrét régió, egy település, amit ér az a árvíz, földrengés, bármi, és az összes többi ember akkor azt mondta, hogy ők vannak bajban, mi segítünk nekik. Ez a 2020-as év azért más, mert hogy sokan érezhetik, hogy ők maguk is bajban vannak. Igen. Lehet, hogy valakinek ez azt jelenti, hogy amúgy háromszor ment el nyaralni, most meg csak egyszer tudott elmenni, vagy azt jelenti, hogy eddig nem tudom én, kapott X forint prémiumot, most meg nem kap, vagy megfelezik a fizetését, mindenkinek más jelent. De azt hangsúlyozom, hogy bármi helyzetben is vagyunk, azok, akik nehéz helyzetben voltak eleve, azok most tényleg lehetetlen helyzetbe kerülhettek. És azt gondolom, hogy a segélyszervezetek szerepe így felértékelődik. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy azok, akik akár most hallgatják a műsort, és maguk is egy picit rosszul érzik magukat a kialakult helyzet miatt, talán megértik azt, elfogadják azt tőlünk, akik nap mint nap látjuk ezeket a helyzeteket, hogy most tényleg szükség van az összefogásra, és ez a 250 forint, ami azzal jön be, hogy mondjuk 13-53-at valaki tárcsázza, ezt talán nem érzi meg még egy nehezebb helyzetben lévő ember se, viszont ezek úgy össze tudnak adódni, éppen ma megyek például először élelmiszer segélycsomagokat kiszállítani a kollégákkal, mondjuk nem tudom, 40 hívásból mi össze tudunk állítani egy komoly élelmiszer csomagot. Tehát, hogyha most 40 hallgató tárcsáz, az mondjuk olyan, hogy valakinek a karácsonya az nem üres asztal mellett fog telni. Tehát, hogy ezek azért fontos akciók. Ugye ezt kérjük a támogatást. Ez a Sláger reggel. 9 perccel múlt fél 10, jó reggelt kívánunk Vardán Petrával. És Viktorin Tamással. A későn ébredők számára van egy igen fontos információnk, Ferenc névnap van. Így van. Mert hogy december 3-a van. És akár őket is lehet jelölni napemberének, vagy bárki mást a családból, akit szívesen köszöntenének. Van egy rekesz új tiltott csíkisör gold, a csíkisör manufaktúra jóvoltából ajándékként, illetve meg is tapsoljuk a napemberét. És Crazy Karesz üzenetét engedd meg, ő azt írta nekünk, hello drágáim, én mindig veletek vagyok, most egy kicsit ti legyetek velem. Több év kihagyás után ma újra megyek stúdióba egy Frank Sinatra dalt énekelni. Légy szíves, drukkoljatok. Jaj, de jó. Wow. Na és melyik Frank Sinatra dalt énekli? Az egy nagy majd kérdés. Meg. Fú, én imádom Frank Sinatrát. A kis férjemmel karácsonyi időszakban mindig elővesszük a kis Frank Sinatra albumot, és akkor szépen betesszük a kocsiba, és ezt hallgatjuk. És ti meg fölmentek a lakásba. Nem, tényleg nagyon szeretjük. Van egy friss közlekedési info, és baleset történt a Gyömrői úton, a Noszlopi utcánál, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Legyenek nagyon óvatosak, közlekedési infokat is várunk, esetleg még őket is lehetne díjazni, akik ilyen aranyosan megírják nekünk a közlekedési infokat, amiket tovább tudunk adni a Sláger FM hallgatóknak. Ez a Sláger reggel. 2:43, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Na még egy dal, amit végig énekeltünk, becsületünkre legyen mondva. Sándor pedig itt van velünk a vonalban. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggel! Hello, tudod-e, hogy miért vagy itt velünk, drága Sándor? Pillanatnyilag nem. Hát akkor már is valaki segít nekünk ebben. Méghozzá Veronika. Szia, jó reggelt! Szia! Sziasztok, jó reggelt! Szia, Tunci! Szia. Veronika, te feleséged, ugye, Sándor?
Élettársi viszonyban vagyunk még. Jó, hát akkor párod. De igen, mondhatjuk igen. Feleségnek, pár, nem. Veronika, egy... Nem. Jó, oké. Okay. Jó, tehát akkor tisztáztuk ezt is. Veronika, mondd el kérlek, hogy miért Sándor legyen a napembere? Azért szeretném, hogy ő legyen a napembere, mert igazából nekem ő a napembere is, az évembere is, és az életem embere is. Mm. Nagyon szeretem, és nagyon köszönöm, hogy ennyire szeret, és ő teszi minden napomat vidámabbá, és élettel telibbé, és nagyon-nagyon szeretem őt. Köszönöm, Picó, szeretlek! Egy hatalmas taps ennek a drága embernek! Így van. Köszönöm szépen. És nem csak a tapsa tied, hanem egy rekeszúj tiltott csikisörgold a csikisör manufaktúra jóvoltából. Na? Ó, nagyon szépen köszönöm. Igazán nincs mit. Csodaszép napot kívánunk nektek, és szeressétek egymást ilyen sokáig, vagy nagyon-nagyon sokáig. Hány éve tart a dolog? Több mint 2 éve már. Több mint 2 éve? Jó, hát akkor nem, lehet lassan a házasság is. Csak igen. Lehet, hogy ez véletlen elszólás volt a részemről, ha esetleg úgy gondoljátok. Abban is segítünk, persze, csak szóljátok. Mellékállásban anyakönyvvezető is vagyok, úgyhogy természetesen. Nem gondoltam, de ha majd Sándor úgy érzi, hogy lánykérés szeretne, hát... Bátran. A telefonszámunkat most már tudjátok. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Köszönjük! De aranyosak voltak. Imádtam. Azért jó. Na hát Petra, tényleg milyen kerítőnő is lett belőle egészen. Én már mindenkit összeadok, tudod. Tehát semmi probléma, mindegy is. Nagyon jó. Sláger reggel. 7 perc múlva 10 óra jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Ádám Ucsáról azt írta nekünk, mára befejeztem a munkát, és szeretnék egy jó pörgős számot kérni a hazaúthoz, ha már a dugóban ülök a Nyugatinál. Hát reméljük, hogy ez megfelelt. Mert annyira jó ez a az FLM sláger, mert hát mit szeretnéd, drága csillag? Ő megtalálta a dugót, mondani, az biztos. Mókes, bocs, csak Petra úgy kezdtem mondani, hogy Ádám Ócsáról. Igen, ki ez? Mit Ócsáról? Azt nem valami rosszat írt. Ki ez Ádám a srác? Ócsáról, igen. Azt írta nekünk, hogy... Ja. Nem, hála jó égnek, nem ócsároltak minket. Jó reggelt! Zoli, nagyon-nagyon jó sztorikat meséltek a hallgatóink, amikor az intuícióikra hallgatnak. Te szoktál? Tehát van olyan, hogy megérzel valamit, és akkor utána arra hallgatsz? Vagy tele vagyok intuíció, túlcsordulok az intuícióktól. De te szedtél antibiotikumot, nem? Lököttek! Szedtél antibiotikumot. Intuálok. Amúgy jó vagyunk, igen. Petra, hát, mit csinálsz? Nem tudom, hogy... Úgy húzza a fülhallgató zsinórokat, mint hogyha a röltekbe mérné. A... Tehát ugye a vállához húzza 1 méter. Mit akarsz ezzel? Nézd, itt a vége. Oladom, nem, hol a vége? Ez egy fejhallgató. Ide került egy zsinór a kezembe, és nem tudtam, hogy hol. Na, ettől kapok még hülye. Zsinór. Madzag. Az egy vezeték. Vezeték. És apám mindig azt mondta... Egy nő nem mondta, hogy ez a zsinór. Nem, a zsinór az más. Apám mindig azt mondta, hogy műszaki ember nem mond olyat, hogy luk. Furat. Tehát, hogy ez is olyan, hogy nem zsinór, ez vezeték. Elnézést egyébként kérek. Egyébként jut eszembe, képzeljétek, hogy pár... Hú, hogy milyen, hogy rácsodálkozott Petra a fejhallgatóra. Jó, letetted, most már elveszem végre. Fekete. Szóval egyszer vettünk otthonra még a 90-es évek végén, nem, ez már 2000-es évek vezeték nélküli telefont, az egyik nagy márka telefonját, és az volt rá, hogy zsinór nélküli telefon. Tessék. De döbben, én ettől ki kész, na, lelkibeteg tehát voltam. Tehát van zsinór. Nem, az vezeték nélküli. De nektek, én mondhatom azt, hogy nem. Nem. Rá, de csak adáson kívül. Rádióban dolgozol, cica? Igen. Vagyunk a piacon. Mókuskám, képzeld el, arról beszélgettük még, hogy egy úriember, hol volt? London? Nem. Hol mit volt? Mit szeretném mondani, csillagom? A autóülést, aki kicserélte. Kanadában volt. Ja igen, persze, mert francia nyelvterület, és még mondtuk, hogy a Zoli mondjon valamit majd franciául adásban, ráadásul még ugye igen, folyamatosan téged emlegetünk. Igen, mert hogy csodaszépen beszélsz franciául, igen. És hogy még a hallgatók nem is hallották. Köszönöm, de már nem igaz így. De azért tudnál esetleg mondjuk egy pár szép mondatot mondani franciául? Ami most egyből eszedbe jut. Nem megyek veled a világ végéig. Ez így elég szép? Ez a és ugye egyből ez jutott eszébe. Hát imádom. Köszönjük. Nem biztos, hogy ezt jelenti egyébként az élet. Bármis is jelentsen, szépen hangzott. Hogyha szeretném még hallani Somogyi Zolit franciául, akkor írjanak neki, mert szerintem teljesíti ezt is. Azt hiszem, teljesen másképp fogod ezt így átformálni. 06-30-30-30-95-8. Mondanék bármi. Mert hogyha megkérnek rá, olyan szépen hangzik. De hát itt most másról szól. Hát ez kívánság műsor lesz akkor. Franciául. Egyébként nagyon mókás, mert szoktak hívni ugye rendezvényekre konferálni, és ezt már más nyelven is kellett, nem csak magyarul, tehát volt többször angolul. Sokszor már mutatok kellett valahova. Kamon Zoli, és egyszer fölhívott egy ismerős, akivel régóta dolgozunk együtt, hogy én tanultam-e oroszul. Mondom, persze, hát annak idején
azt hiszem másfél évig, mert akkor jött a váltás. Cica, rádióban mondta, dolgozol, és a telefonod nem némítottad le? Dehogy nem, most. És mondta, hogy nagyon jó, mert hogy lesz valami rendezvény, és hogy oroszul kell nekem. De mondom, te hülye vagy? És mondta, hogy figyelj, leírjuk, és hogy majd neki a szomszédja egy orosz néni, átveszük a kiejtést, leírjuk kiejtés szerint, és ez úgy nagyon jó lesz. Mondtam, megörült, és tényleg kiajánlott itt. Komolyan? Nem fogom megcsinálni, tehát hogy azért ennyire beteg nem vagyok. Azért ez kemény. De komolyan, azt mondta, hogy ő kinézi belőlem, hogy simán, hogyha leírja, fonetik, én úgy fogok rosszul beszélni, hogy pff, mondom, hogy Beus a legnagyobb rajongód egyik reggel már írta nekünk, amikor a Magyar Rádiózás napját ünnepeltük, hogy nagyon szeret minket, de ne feledkezzünk meg Somogyi Zoliról sem. És most azt írja, hogy ő nagyon szeretné, hogy franciául mondj neki valamit. Hát nem feledkezett meg róla. Nagyon szeret téged, csak mondom. Hát köszönöm, hol mondtál? Beus. Tényleg ott van. Én szeretném. Beus, puszi. Mondj neki valamit franciául. Hagyjuk már. Szép napot, Beus. Hogy van ez franciául? Nem akarja. Ja, Istenem, hát úgy, mint én, amikor kisgyerek voltam, akkor ugráltattak így, hogy Tomika hegedű valamit a vendégeknek. Nálunk a izé, fütyű énekel táncol, tudod? Ugye, Euram Jézus. Csak milyen családban nőttetek fel? Tényleg ez volt, jöttek a vidéki rokonok, és ez volt, Zalika most volt népdal versenyen, nem tudom, tegnap előtt, Zalika, álljon, énekel valamit. Népdal versenyen? Népdal versenyen. Nem viccelj, Kemleti második voltam. Komolyan. És ezt sem tud. Nem, én is voltam iskolai kórusban, nem csak nagyon a Tomi. Jó. De ezek már ilyen... Rád. Már figyelj, most leveszem a fülest, milyen színű a fülem? Zöld. Zöld. Nem. Jézusom, full vörös. Én ott kezdek, tehát amikor elkezdek zavarba, én akkor először a füle. Nézzük, milyen vörös. Nem, még nem azt. Nem, akkor jó. Nem, vészes, nem, nem látszik a fejhallgatótól, jó? Na jó. Búcsúzunk mára. Sok mindent megtudtunk a Zoliról, aminek én szívből örülök, és nagyon sajnálok titeket, hogy milyen családban nőttetek fel. Most mi van ezzel, figyelj? Richter cirkusz, ugye? Az mondjuk menő. Bementünk a manésba, az volt a nagyszoba. További órádiózás. Gyerek meg az óvodában. És szeretjük a sütit, amiket szokott küldeni. Csókolom, viszhal.